Üdvözlöm a kedves nézőket, Visegrádon vagyunk a Zug Főzde Pálinka Múzeumban. Máté Gábor pálinka mesterrel fogunk beszélgetni. Kedves Gábor, mikor alakult ez a Pálinka Múzeum, és ki volt az ötletgazda? 2013-ban nyitottuk meg az ötlet, és maga a gazda is már réges-régi, mert hogy a pálinkával már réges-régen mi is megismerkedtünk. Aztán mikor Visegrádra költöztünk, akkor derült ki, hogy ennek a magyarországi tömészesznek elég komoly visegrádi vonatkozásai vannak. Azon kívül az épület, mivel ez egy szép régi épület, amivel most is ülünk, néhány dolog előkerült, ami az illegális otthoni szeszkészítésre vonatkozott, úgyhogy minden tőke előállt arra, hogy a múzeumnak az ötlete után az építkezésébe nekiálljunk. Tehát a történelméről annyit érdemes tudni ennek a tömészesznek, hogy amit emlegettem, hogy Visegrádhoz kötődik, hogy mindjárt az első fogyasztási említés arról, amiről tudunk, hogy Magyarországon tömészeszt fogyasztottak, az Visegrádon történt királyné gyógymódban szerepel 1300-as évek elejéről, mert hogy Károly Róbert felesége köszvényét a leírás szerint egy Aquavit Regina Hungaria, magyarok életvize gyógyszerrel próbálta gyógyítani. Nem tudjuk, hogy meggyógyult, az orvostudomány mai állása szerint köszvényre nem szabad ezt fogyasztani. De minden másra igen. És segít a lelki béke meg a lelki állapot helyreállításában. Mitől lesz jó egy pálinka? Hogyan készül a pálinka? A technológia három fő lépésből áll össze. Az első lépésben a gyümölcsöt erjesztjük. Nem, az első lépésben a gyümölcsöt feldolgozzuk. A feldolgozás az végül is a gyümölcs húsának pépesítéséből áll. Az összes olyan fázis, ami a gyümölcsnek a húsán kívüli, azt valahogy el kell választani, mert hogy végül is a gyümölcs erjesztése az a gyümölcs hús erjesztése. A következő, hogy az erjesztés, ez egy megfelelő, igazából egy borászati körülmények között történik, és akkor, ha mindent jól csináltunk, akkor komoly mennyiségben etilalkohol tud előállni, mert hogy az erjedés az végül is ebből áll, főleg, tehát illetve a számunkra fontos része az erjedésnek ebből áll, hogy etilalkohol keletkezik. És a harmadik fázis, amit mindenki leginkább ismer, az maga a desztillálás, mert hogy a pálinka készítésének ez a leglátványosabb utolsó fázisa. Desztillál semmi más, mint egy töményítés, mert hogy a cefréből, tehát ebből az alacsony alkoholtartalmú pépből ki kell nyerni az etilalkoholt, és ezt nagy szerencsénkre forráspont szerinti anyag elválasztással jól meg tudjuk tenni, mert hogy a cefrén belül az egyik legalacsonyabb forráspontja pont az etilalkoholnak van, tehát hogyha elkezdjük hevíteni, akkor szép lassan a gőzökben már mindjárt az elején meg fog jelenni, és egy olyan körülbelül 3 órányi lassú desztillálás mellett ki is fog ürülni az etilalkohol tartalom, úgyhogy már meg is kaptuk a tömény szesz tartalmat. Ez egy kis üsti technológiánál nagyságrendileg olyan 60% környéki töménységet jelent. Amúgy manapság viszont már főleg nem kis üsti, hanem egyfázisos technológiával készülnek a pálinkák, ott viszont akár 80-86%-os töménységet is erről lehet állítani. Valójában a pálinka, elnézést belevágok a kérdésébe, valójában a pálinka az nem ilyen magas alkoholtartalmú fogyasztásból áll, jobb esetben, mert minél magasabb az alkoholtartalom, annál jobban bezárul a pálinka. Érzékszerveink ugyanis nem működnek jól magas alkoholtartalom mellett. Érdemes a pálinkát egy alacsonyabb alkoholtartalomra desztillált víz hozzáadásával visszahigítani, és akkor már boldogan illatokat és ízeket is kezdünk el érezni. Ha már Zug főzte, igen. Ti hol fűzitek a pálinkát? Nem esetleg itt az alaksorban, és valamit robbangattok is, mert robbanásokat is lehetett hallani, ez nálatok hogy működik? Természetesen, mivel a nevünkben benne van ez a illegális korszakra való emlékezés, van nekünk is egy sarkunk, amelyik egy működő berendezés, amúgy a hátunk mögött meg jó néhány illegális készítő berendezés is látható. Lent a jégveremben, mert ez egy ilyen nagyon régi épület, ahol még jégverem van, a legeldugottabb zugban ott fortyog a cefre, és az ide látogató vendégek egy gomnyomásra a zug főzésnek a legkellemetlen pillanatával tudnak itt így megismerkedni. Tehát magár itt a Pálinka Múzeumon belül az ide látogató mit tud kipróbálni? Címkekészítés,
robbangatás. Igen, tehát, nagyságrendileg igazából mi 9 fázisra bontottuk a mi kis múzeumunkat. Az utolsó, amit én itt emlegettem, ez az illegális szerkészítéssel való interaktív ismerkedés. Azon kívül mindent megpróbálunk elmesélni a történelméről, hát mint minden magyar, mint minden rendes nemzetnek, a magyar nemzetnek is a történelmét átfonja a szeszes ital fogyasztása. Azon belül a pálinka is gyakran, de főleg inkább az 1700-as évektől kezdve már említése kerülő szeszes italfogyasztás, tehát erről van egy komolyabb összeállításunk. Aztán magáról a technológiáról, mert hogy végülis a pálinka készítéséről ez, amit leginkább a készítők érdeklődve szoktak figyelni, hogy hogyan készül egy jó pálinka. Előbb említettük, hogy 3 fázis. A pálinka készítésének a 2 legfontosabb fázisa az a gyümölcs maga, tehát hogy ami az alapon... Tehát már itt el lehet rontani. Igen, igen, igen. Tehát maga a gyümölcs, és a másik az pedig az erjesztése. Tehát igazából itt alakul ki a pálinka. Az utolsó fázis, a desztillálás, az csak egy töményítés. Ott nem sokat tudunk már pozitívan változtatni, ám de nagyon jól tönkre tudjuk tenni egy nem megfelelő elválasztással a pálinkát. Itt a Pálinka Múzeumban hányféle pálinkát kóstolhatunk meg? Változó, de nagyságrendileg 20 különböző gyümölcsből készült pálinka, mert hogy a pálinka végül is, mint eredetvédett termék, leírva így van, hogy ez egy magyarországi gyümölcsből erjesztett alkohol, mivel Magyarországon nagyon sokféle gyümölcsöt merünk alkoholos erjesztésre használni, éppen ezért nagyon sokféle pálinkánk van. Melyik a legkülönlegesebb? Ízlés kérdése. Én már ilyet nem merek mondani, hogy melyik a legjobb, mert hogy nincs 2 egyforma kóstoló, van amelyiknek ezek az ízek, a másiknak a másik ízek tetszenek jobban. Én inkább annyit mondanék el, hogy szerintem 3 nagy íz csokor van a pálinka gyümölcsökre vonatkoztatva. Talán a és ezt egy ízintenzitási sorban érdemes tálalni, főleg, hogyha kóstolunk, akkor erősödő ízeket kérne kóstolni. Először vannak az alma termésű ízek, az almák körték. Hát ők kedves ízek, de nem a legnagyobb ízvilágok közé tartoznak. Üdítőek, frissítőek, szeretjük őket, de sokkal nagyobb íz van, vagy sokkal intenzívebb és sokkal jobban felismerhető ízek vannak a csonthéjas gyümölcseinkben. Amúgy ők a tipikus pálinka ízek, főleg a barack, szilva, cseresznye, megy ezek a ide tartozó gyümölcsök, és a legízesebb, legkarakteresebb pálinkák, de sajnos egyben a legmegosztóbb, mert hogy nem mindenki által szeretett ízvilágok a bogyókban vannak, úgyhogy a bogyókból is nagyon sokféle van még. Mi volt a legkülönlegesebb? Gyümölcs esetleg? Teljesen más dolog, amiből pálinkát főztél. Hát én azt tudom mondani, hogy nem véletlenül a tipikus pálinkák, az almatermésűek és a csontjasokból készülnek, mert hogy ezekből éri meg leginkább szeszeket előállítani. Egyrészt készítés, másrészt kihozatal, meg legutolsósorban íz és illatvilág szempontjából. Extremitásban nagyon-nagyon el lehet szállni. Itt inkább mindig a végén, ha az ember vissza gondolja, hogy ezzel érdemes-e foglalkozni, akkor gyakran meglepődik, hogy mennyire nem érdemes. Főleg erdei bogyókban vannak nagyon meglepően rossz kihozatalok, és nagyon meglepő ízek, mert hogy nem eszünk elég erdei bogyót ahhoz, hogy megszerettük volna azokat az ízeket.